Július 1-től változik az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé, amelyet az adóhatóság online felületén keresztül tehetnek meg a vállalkozások. Ez is a gazdaság további fehéredését szolgálja. Vendégem a stúdióban Magyar Norbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóság sajtóreferense. Jó estét kívánok! Köszönjük a... Miről szól pontosan ez a változás? Kikre vonatkozik? Hát itt 2018. július 1-től azokat a belföldi adóalanyokat fogja érinteni ez a változás, akik olyan értékű áfa kötelezettségű számlát állítanak ki, amelynek az áfa értéke meghaladja a 100 000 forintot, illetve egyéb esetekben pedig az 500 000 forintot. Ilyenkor adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik. Innen látszik, hogy bizonyos típusú vállalkozások már eleve kiesnek ebből a kötelezettségből, ebből a körből. Illetve hát pontosabban bővül ez a kör, hiszen a korábbi 1 millió forintos értékhatár csökken most le 100 ezerre, illetve 500 ezer forintra. Tehát azoknál a számláknál, amelyeknél az áfa tartalom ezeket az összegeket eléri, mindenképpen érdemes egy online számlázó programot beszerezni, és automatikusan megteszi ez a számlázó program a számla kiállításakor, hogy ezt a jelentési kötelezettséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbítja. Van-e ennek határideje ennek az adatszolgáltatásnak? Hogy ne, ennek az adatszolgáltatásnak az online számlázó programmal rendelkező vállalkozások esetében azonnal meg kell történnie, hiszen ez folyamatos online kapcsolatot biztosít majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. Azok a vállalkozások, akik viszont nem szereznek be ilyen jellegű számlázó programot, hanem maradnak a kézi számla kiállításánál, azoknak manuálisan kell feltölteni a webes felületen ezeket az adatokat. Erre egy regisztráció áll a rendelkezésükre, nagyon fontos, hogy a regisztrálás után megfelelően tudják használni majd ezt a webes felületet, mindaddig viszont nem. Itt a 100 000 forint értékhatárnál 5 nap áll a rendelkezésükre, hogy föltöltsék, illetve hogyha 500 000 forintot meghaladja a számla áfa tartalma, akkor pedig másnap kell feltölteni legkésőbb ezt a számlát, de mindenképpen meg kell történni az adatszolgáltatásnak. Ez a számlázó program egyfajta segítség, könnyítés a vállalkozások számára, hiszen adminisztrációs terhektől mentesíti őket, illetve attól, hogy esetlegesen elfelejtsék ezeknek a számláknak a feltöltését, vagy határidőben ne történjen meg ezeknek a feltöltése. Nagyon fontos megemlíteni, hogy jelenleg egy tesztidőszak még zajlik, ahol ezek a vállalkozások ki tudják próbálni esetlegesen azokat a programokat, amelyeket már megkaptak a fejlesztőktől. Ezeket a tesztüzemeket természetesen július 1-től éles üzembe állítjuk be, tehát onnantól kezdve ezeknek korrektül kell működniük, tehát érdemes ebben a 3 hetes időszakban még kipróbálni ezeket a tesztmodulokat. Többféle ilyen számítógépes szoftvere van a NAV-nak? Mi egyfajta szoftvert kínálunk majd, illetve egyfajta számlázó programot kínálunk majd, amelyet ugye ingyenesen a vállalkozások rendelkezésére bocsátunk. Azonban, hogyha esetlegesen valakik számlázó programot már használnak, akkor a fejlesztőik megtehetik azt, hogy egy pici módosítással ezeket a számlázó programokat alkalmassá teszik arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé megküldjék szinte online azonnali kapcsolaton keresztül azokat a számlákat, amelyeket ezeket a tartalmakat kiszűrik. Tehát nem kell majd manuálisan mindig egy-egy gombot nyomni, hanem a számlázó program alkalmas lesz arra, hogy ezeket a számlákat automatikusan felismerje és automatikusan meg is küldje. Itt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az online számlázás fül alatt megtalálhatják azokat a kérdéseket, válaszokat, amelyeket mind felhasználói szempontból, mind pedig akár fejlesztői szempontból segítséget nyújthatnak a vállalkozások és a fejlesztők számára is. Tehát érdemes ezeket átbogarászni, hiszen nagyon fontos információk vannak benne, és mindenképpen próbálunk segíteni a tesztidőszakban is azokra a felmerülő problémákra reagálni, amelyek esetleg a fejlesztői oldalról jelentkeznek, hiszen lehetőséget adunk arra is, hogy maguk a fejlesztők közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai rendszerének tudják megüzenni azokat a problémákat, amelyek felmerülnek ezekben a tesztidőszakokban. Kik azok a vállalkozások, akiknek érdemes ezt a számítógépes programot igénybe venni, vagy igényelni? Mindenképpen azoknál a vállalkozásoknál érdemes ezt megtenni, akiknek gyakori az magas áfatartalmú számla kiállítása, hiszen már 100 000 forintnál jelentkezik ez a probléma. Ugyan 5 nap áll a rendelkezésükre, de hát hogyha esetlegesen az 5 naponta nem tudják figyelni ezeket a számla kiállítási, illetve feltöltési kötelezettségüket, akkor érdemes erre egy programot telepíteni, hiszen ez automatikusan elvégzi ezt a feladatot. Milyen szankciót von maga után ennek a mulasztása?
Igen, sok esetben fölmerül a kérdés, hogy kit büntetünk meg, hogyha a számlázó program nem megfelelően működik. Természetesen mi az adóalanyokkal állunk a kapcsolatba, így az adóalanyokat tudjuk mulasztási bírsággal, illetve kell mulasztási bírsággal sújtanunk. Itt, hogyha valaki egyéni vállalkozóként mulaszt, akkor 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírságra számíthat, hogyha pedig egyéb adózóként, tehát akár társas vállalkozásként, akkor 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságra sújtható, hogyha elmulasztja ennek a számlának a feltöltését, határidőben történő feltöltését. Fontos megemlíteni, hogy a fejlesztőkkel az adózók állnak a kapcsolatba, tehát a szerződést ők kötötték meg velük, hogyha bármilyen jellegű probléma jelentkezik a programmal kapcsolatban, az polgári peres úton tudják érvényesíteni. Éppen ezért ezt elkerülendően érdemes ezt a tesztidőszakot kihasználni, és kipróbálni azokat a számlázó programokat, amelyeket már esetlegesen beszereztek a vállalkozások. Ebben gondolom segítséget nyújtana. Természetesen. Hogyha a próba üzem alatt minél több minden kiderüljön. Mi az, amire mégis menet közben érdemes rendszeresen odafigyelni, hogyan tudja ellenőrizni a felhasználó azt, hogy valóban úgy működik a program? Gyakorlatban ez a számlázó program küld egy visszajelzést, abban az esetben is, hogyha hibásan történik a feltöltés, illetve abban az esetben is, hogyha helyesen megtörtént a feltöltés. Ezeket a későbbiekben érdemes úgy tárolni, hogy majd a vállalkozások egy esetleges ellenőrzés során vissza tudják keresni és igazolni tudják azt, hogy határidőben és pontosan megtörténtek ezeknek a számláknak a feltöltése. Mekkora az érdeklődés itt a megyében ezek iránt, ez iránt a program iránt? Hát itt a megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozásról beszélhetünk, akiket érinthet természetesen ez a számlázó program, illetve 8 ezer egyéni vállalkozóról. Nem minden esetben mondhatjuk azt, hogy mindenkinek kötelező lesz ez a számlázó program használata, illetve segítséget fog nyújtani, hiszen nem minden esetben történik meg ezeknél a vállalkozásoknál ilyen összegű áfával terhelt számla kiállítása, illetve vannak, akik természetesen a kézi számlánál maradnak a későbbiekben is. Azonban fórumokon természetesen lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az egyéni kérdéseikre megkapják azokat a speciális válaszokat, amelyekkel segítjük a későbbiekben a vállalkozások munkáját, illetve ennek a tehernek a csökkentését. Ez tehát független a korábban bevezetett online pénztárgépek működésétől, ez egy teljesen másik terület. Ez teljesen független, így van, nem összekeverendő. De előfordulhat, hogy mindkettő működik egy vállalkozásnál? Az online kapcsolat az egyforma benne. Természetesen előfordult az is, hogy szükséges egy online pénztárgépet működtető vállalkozásnál, szolgáltatónál egy olyan számla kiállítása, amely ilyen összegű áfával terhelt. Ebben az esetben érdemes online számlázó programot beszerezni, és természetesen egymás mellett is tud ez a kettő működni. Mi a helyzet mondjuk számlamódosításoknál? Igen, előfordulhat az is, hogyha valakinek egy kisebb áfa összegű számla kiállítása történt meg előzőleg, viszont ezt a módosítás következtében már jelentenie kell, mert egy magasabb áfával terhelődik, ez azt jelenti, hogy 100 ezer forintot meghaladja, ugye alapesetben. Mindenképpen itt a módosított számlánál kell odafigyelni arra, hogy megtörténjen ennek az adatszolgáltatása. Az előző számláról természetesen nem kell adatot szolgáltatni, hiszen nagyon fontos, hogy a jogszabály úgy fogalmaz, hogy ez az adott számlára vonatkozik, amelyben ugye a 100 ezer forintot meghaladó áfa összeg szerepel. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gazdaság további fehérítése a cél. Hol tartunk most ebben? Nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye az online számlázó program egy olyan kapcsolatot biztosít részünkre is, és az adózók részére is, amely akár a bevallások kitöltésében a későbbiekben, akár az ellenőrzések, akár a kockázatelemzések szempontjából egy olyan rendszert teremtenek meg nekünk, amelyben sokkal pontosabb a kiválasztásunk, sokkal eredményesebbek az ellenőrzéseink. Tehát a gazdaságfejlítés szempontjából nagyon fontos, hogy azt a munkaerőt, amelyet ellenőrzésre fordítunk, azt hatékonyan tudjuk megtenni, ugye azzal a létszámmal, amelyen a Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozik. Hogyha nincs fölösleges ellenőrzés, az adózók fölösleges vegzálása nem történik, akkor természetesen nekik is könnyebb a munkájuk elvégzése, az adataiknak a szolgáltatása, illetve nekünk is eredményesebb. Magyar Norbert, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm.